Amikor eldöntöttem, hogy én színész leszek, arra nagyon késztetett az iskolába, hogy részt vettem a szavaló versenyeken. Mert azért a szavaló versenyeken is volt közönség, akár diákok, akár szülők, felnőttek, de az, az a taps, az a nevetés, az a Cipogás, az azért hallatszik. Aztán, amikor a főiskolára kerültem, és úgymond profi színészként, profi színházaknál, akkor ez még jobban felerősödött. Merem mondani, sokkal nagyobb hatása van egy embernek az érzelmeire ez a dolog, mint bármilyen drog. A közönség az drog a jó színésznek. Legalábbis én ezek közé tartozom. Van olyan, akit megzavar. Hogyha például szídják, akkor nem tud alkotni. Én is ilyen vagyok. De van, akit ha dicsérnek, csak akkor tud igazán alkotni. Akkor azt a rendező kell tudja, hogy melyik színésszel, hogy beszéljen. Négy szem közt társulat előtt egyénileg, vagy durván, vagy keményen, vagy kedvesen, lazán. Ez, ha megvan, akkor a rendező pluszt tud kifacsarni a színészből. Tehát mindaz a tehetség, mindaz a szorgalom, mindaz, ami, ami benne van, amellé még tud egy kicsi más szint is hozzákeverni. Marosvásárhelyen születtem. 1946. május 30-án az édesapám, édesanyám negyedik gyermekeként. Én voltam akkor a legkisebb, aztán amikor kirepültünk a fészekből, én lettem a legnagyobb. Mert testvéreim is, meg édesapám, édesanyám, hát elég alacsonyak voltak, én meg egy méter 92 centivel, ennyivel soroztak, ezért mondom ezt a hivatalos számot. Én lettem a legnagyobb. Édesapám Városvásárhelyen a kettes számú belgyógyászati klinikán volt, karbantartó lakatos. Édesanyám háztartással foglalkozott, Négy gyerekneveléshez nem is kellett más, de én azért úgy láttam, hogy édesanyám sokkal többet dolgozott, mint édesapám. De nagyon, nagyon szerettünk gyerekek lenni. Én miután véget ért a gyerekkorom, meg is kérdeztem, hogy na, cintos, milyen volt a gyerekkorod, és azt mondtam, hogy nagyon jó. És pedig azért, mert az udvar az nagyon nagy volt, a kórház udvara. És ott össze szoktunk gyűlni ilyen szombat-vasárnapon gyerekek, 30-40 gyerek. Na, hát szóval szórakozásról biztos, hogy tudtunk gondoskodni. A testvéreim azok szétszóródtak a világba, sőt a föld alá is, a nagyobbik nővérem az már meghalt, a bátyám vásárhelyen él, ő szabó mesterséget tanult, de aztán átpártolt párt aktivistává. Nagyon szerettem iskolába járni. Volt egy hegedünk, és én mindenféleképpen be akartam szólaltatni. Apám is próbálkozott, de az, az nevetséges volt. És akkor beírattak egy magán hegedű órára a Bolya iskolában volt egy zenetanár pedagógus, Pedellus, bocsánat, mert akkor így hívták, ez volt a becsületes neve, hozzájártam. Aztán a négy év alatt a hegedű tudásom az hát valami borzalmas volt, még rosszabb, mint az elején, ezért felvételiztem a művészeti iskolába, hegedű szakra. Hát ott hamar felvettek, és így kerültem a művészeti iskolába, ami nagyon közel volt, mert mi laktunk a 35 szám alatt, az iskola meg Lenin utca 9 szám alatt volt. Közel volt, imádtunk iskolába járni. A hegedű az kezdett is menni, csak a mi időnkben még 8. osztályba felvételizni kellett. És Hát a hetedik osztályt, mikor elvégeztem, és nyolcadikban kezdtük az újat, a földrajz órán a tanárnő mondta, hogy átismételjük a tavaly tanultakat, feltette a kérdést, nagy szintos mondja, és felálltam, és a tanárnő, ne kezd szintos megint, szállj le, minálsz, szállj le. nem szállok, de szállj le, ne kezd, mint a tavaly. Mondod, hogy a tanár, nem tudok leszállni. Miért? Mert nincs, nem állok semmi. 14 centit nőttem azon a nyáron. Ennek is meg volt a mellékhatása, mert szép nagy fiú lettem, de hegedűről áttettek nagy bőgőre. Na, az aztán nekem egyáltalán nem tetszett. Akkor már nem szerettem, akkor már nem akartam hegedűnti, és 12 voltunk egy osztályban. A képzőművészben meg 16 voltak. 9-10-11. osztályban. És ez ennek az volt a hátránya, de most inkább azt mondanám, az előnye, rengeteget kellett tanulni. Minden órára kellett készülni, nem lehetett kihagyni. Az osztályfőnököm az egy végtelenül rendes ember volt, Burda Zoltánnak hívták. A művészetibe mindenki tudta, hogy főleg a Székelyföldről jöttek, szegény paraszt embereknek a gyermekei. Oda felvételiztek, kiváló Hallással és zenei érzékkel, és ő viszont ugyanúgy bánt ezekkel a gyerekekkel is, mint amíg doktor úr elhozta a gyerekét, hogy zenét tanuljon az iskolába. Egyenes, gerincű, rendes, tisztességes, becsületes. Biológia szakos tanár volt, ő volt az osztályfőnökünk. A másik kedvenc tanáromról is akarok néhány szót mondani, József Gerőnek hívták. Ő meg úgy olvasta fel a Móric, az Adi, a Petőfi, a József Attila műveket, hogy mi vagy fogtuk a hasunkat a nevetéstől, vagy sírtunk. De szóval értelemben. És akkor akkor kedveltem meg a verset. Azután mindegy, hogy milyen leckét vettünk, az első az volt, hogy megtanultam a verset. Ha felenni kellett, elmondtam, tanár úr, azt mondtam, helyre. Igen, ám, de azt meg kell mondanom, hogy a művészeti iskolának a zenei oktatása az vásárhelyen a kultúrpalotába történt. Ahol annak idején a kultúrpalotában volt a színház is és a képzőművészeknek is az oktatása. Na, amikor már ne, láttam, hogy nem fog menni ez a, ott hátul cincogni egész életen át, ez nem fog menni, akkor néha szólfész órán, vagy zenetörténet órán, vagy kamara zene órán, szombat-vasárnap az egész művészeti iskola zenekara próbáltak a terembe komoly műveket, és akkor meg órákon néha azt mondtam, bocsánat, tanár úr, nem mehetek ki, mert kicsit rosszul érzem magam, és akkor kimentem, és amikor megnéztem, hogy milyen próba van a színházban, lementem a földszintre, a hátsó ajtón, besurrantam, függönyén láttam egy darabig, láttam nem, és senki, amma leültem, és néztem a próbákat. Na, így került aztán össze a versmondásból a színházhoz, de a versmondással csak annyit, hogy nagyon sok szóló vettem részt. És hát nagy részét meg is nyertem. Szóval a színház szeretete aztán tovább tartott, egészen addig, hogy úgy dönt, kémiából készültem felvételizni. Azt mondta édesapám, hogy a színészek a kicsit azok züllött életet élnek, nem menjek oda. És nem örventek nagyon, hogy én színire akarok menni, de azért úgy döntöttem, hogy mégis oda megyek, abba hagytam a kémia tanulást, és elmentem felvételizni. Ez valamikor augusztus közepén lehetett, mert május 28-án érettségiztünk, és augusztus közepén. Hát hívtak be ABC sorrendbe a, a delikvenseket, mindenki ült be, vagy 5-10-15 percet, engem is behívtak, amikor a C betűre került a sor csodák csodájára, és elmondtam, hogy milyen verseket hoztam a felvételire, és akkor azt mondta a köműves Nagy Lajos bácsi, hogy fiam, a József Attila késői siató játsza de nekünk, jó? Jó. És elmondtam a verset, és azt mondták, köszönjük, menjen ki. És három perc alatt kint voltam. A többiekben kérdezték, mi történt? Semmi. Másnap megyünk beszédtechnika vizsgára, bemegyünk, megint szólítanak népszor szerint, megint beérünk, akkor beérek, ne mondjon semmit, mondja el még egyszer a késői iratót. És elmondtam a késési iratót. Megint menjen ki. Hát mondom, hogy engem a hamar kidobtak, hogy itt engem biztos nem vesznek fel. Eljött a harmadik vizsga, utána jött a negyedik, ritmikából is kellett vizsgázni, és ilyen fekete majóban, meg fekete harisnyadrákban voltunk, és ott néztek, sétáltunk, meg különböző tornaeszközökön ugráltunk, ott nem boldogtalankodtunk magyarul, és egyszer csak nyílik a ritmika terem ajtaja, és Kovács György lépett be a ritmika terembe hát mindenki ismerte, ő volt a legnagyobb színész, nagyon jó színész volt, és oda megy a Gisza nénihez, Égi Gisza hívták a tanárnőt, sugott valamit a fülébe, mire Gisza na gyerekek, üljetek le gyorsan, leültek cintos gyereki, kiment, azt állja a bak mellé, egy ilyen és azt mondja, szavad el a iratót Püüüüü. Jó, Jó, hát most nem lenne és elmondtam negyedszer is a késői iratot, és azt mondták, jó, köszönjük, menjünk le. És lemente utána még egy kicsi Másnap kiáltják az emeletről, cintos jöjjön, vegye fel az indexét, vegye ki az indexét, ami bajjegyeket írták, mert különben nem fog bekerülni a főiskolára, mert hiába van tele tízessel az indexe. És akkor megnéztem, tényleg mint tisztes volt addig. Aztán felvételiztünk román nyelvből, magyar nyelvből is, de a lényeg az, hogy nagy sikerrel felvételiztem, mondom én, és ezt pedig azért mondom, mert hamarabb lettem színész, mint színi hallgató. És pedig úgy történt, hogy augusztusban telefonáltak nekem, hogy szeptemberben a negyed év, Miskéék voltak, Mr. Kelaci, Széles Annikó, stb ők megkezdik a vizsga előadásuknak a próbáit, és én ki vagyok osztva a Molnár Ferenc Lilion című darabjában egy rendőrt fogok játszani, és így hamarabb kezdtem járni próbára, mint színész. Én akkor már színész voltam, ezt már nem lehetett letagadni. És utána aztán lettem színi növendék, mikor megkérdezték, hogy mi vagyok. De egy hónapig mindenkinek azt mondom, színész. Na, meg volt az első bemutató, utána aztán elértünk mi is negyed évre, és akkor mi is a vizsgálóadásokat készítettük elő, az pedig Tennessee Williams Orpheus Alászá, utána nem, először a Gorki napfiai volt, és végül azt hiszem Mihály Sebastian Sziget darabja. Hát ezekről túl sokat nem tudnék mondani, de az osztályvezető tanárunk, Tar Laci és Tompa Miklós olyan sok mindennel felruházott, hogy akinek volt füle a hallásra és szeme a látásra, az látta a színházba is, amiket mondott Tarlaci és Tompa, hogy azt élete végéig fel tudja használni. Akinek nem, az meg nem tudta felhasználni élete végéig. Na így aztán jött a nagy választás hogy most melyik színházhoz kerülünk. Azt mondták, ha nem lépünk be a párba, nem fogunk választani. Beléptünk, választottunk. Én vásárhelyen akartam maradni, szatmárra jutottam. Meglepődtem, mert amikor megérkeztem, bementem a színházba a próbatáblán, az állt, hogy, hogy próba, hónap, a négy évszak című darab, nem tudom, román szerző volt a az, az, író, de az volt kiírva, hogy próba a büfébe. Na mondom, itt már a büfébe próbálnak. Jó, na, akkor ez jó, hely. hát akkor próbáljunk. És aztán így lett az első darab ez a négy évszak, ahol egy német katonát játsztam, én szerintem ekkora német katona nem is volt, és nem voltam szőke. És mégis azt mondták, milyen jó német katona voltál. Na, aztán jöttek a többi darabok, én végigjártam. Én végigjártam azt az utat, amit egy színésznek szerintem végig kell járni. Mert a főiskolán tehetséget, meg ízlést nem adnak. Amennyivel oda bekerülsz, talán egy kicsivel kevesebben ki, de ott biztos nem adnak. És akkor megkezdődött, hogy pincér voltam, tálcát vittem be, megérkezett a követ, a hintó előállt, grófúr, stb. Ezek a kicsi szerepek, de nem bántam meg. Mert a gyakorlat viszont az a főiskolán azt adtak eleget, de mégis kevés volt. És amikor eltett így három-négy év, akkor kaptam egy kisebb szerepet, ahol azt írták, na cintos a tehetségével megmutatta, hogy igenis méltó erre a pályára. Két év múlva kaptam még egy kicsi szerepet, és akkor is azt hitták, Cintos József ismételten bebizonyította a tehetségével, hogy ő méltó erre a pályára, és ehhez a színházhoz. Egy év múlva kaptam megint egy ilyen kicsi szerepet, Cintos ismétel, na, hogy ne folytassam, ez így ment, aztán adtak egy nagyobb szerepet, akkor arra is azt mondták. A házi rendezőnk az Kovács Ferenc volt, és Kovács Ádám, ők nem nagyon kényeztettek el ö, főszerepekkel, de ott volt Gyöngyösi Gábor, ő irodalmi titkár volt, de voltak rendezői ambíciói, és akkor ő műsorra tűzött egy darabot, és nekem adott egy főszerepet. Boyer Ferivel játszottam ezt a szerepet, és pedig úgy, hogy akkor á, bizonyos személyes viták voltak, nem is köszöntünk egymásnak, úgy játszottunk, de azt írták, hogy valami zseniális volt a mind a kettő. A színházban nagyon fontos, hogy a szereplők azért jól ismerjék egymást. Akkor aztán lehet igazán dolgozni, mert ismerjük egymás gondolatát. Az, akivel sokszor játszik, az ember tudja, hogy mi a ritmusa. Tudja, hogy mi a hangsúlya, tudja, hogy mi a lágy tudja, hogy milyen a mély hangja, milyen a magas hangja, milyen az erőszakos, milyen a gyors, milyen a veszekedős. És ezzel már tisztában voltunk, és egymást így ismerve olyan szép páros jeleneteket lehetett csinálni, akár drámában, akár vígátékban, hogy sírtak, megnevettek az emberek. Elég sok vígjátékban játsztam, kabaréban, de drámában is. Szóval én kipróbáltam minden, mind a két végét. Úgy kezdődött, hogy vígjátéki szerepeket játsztam, és nyáron mindig mentünk vele turnézni az országba. A társulat másik része az idősebb kollégák, Csiki András, Elekes Emma, Ács Alajos, Bolyé Ferenc, Kocsmáros Jenő, ők itthon maradtak és próbáltak egy román darabot. És mikor hazajöttünk és megnéztük az eladást, akkor ők csak így ültek és beszélgettek, és olyan szépen voltak. Mi meg elmentünk és mindenünkön folyt a víz nyáron a nagy melegben táncolni, énekelni, mindenki lehet Á, mondtam, én is áttérek a drámai szakosztályra, mert ez nem megoldás. Érdekes módon az első drámai szerepben, nem is emlékszem már mi volt az, de arra emlékszem, hogy egyszer csak éreztem, hogy a hátamon folyik a víz. Hát mondom, már a drámában is meg lehet ízadni, azt ő, jaj, mondom. Hát most akkor mi? És akkor rájöttem, hogy mindegy, hogy melyiket választom, de ha az ember szívvel, lélekkel csinálja, akkor az látszik. Úgy került szatmára, mint komikus színész. Ez az én szemüvegemen keresztül nem igaz. Cintos, komikus, nagyon jó komikus színész, de ő egy nagy drámai színész. A szatmári színjátszás történetének egyik legnagyobb drámai színésze. És hogyha vissza kell emlékeznem az ő legnagyobb, legjobb alakításaira, akkor egy egész hosszú sort kellene elmondanom. Most hirtelen a viharból a Kalibánt említem, mert ott is az történik, ami minden cintos fellépésnél. Ez az ember, amikor felmegy a színpadra, azzá válik, ami a szerep. Ezt csak a legnagyobbak tudják. Ennek lélektani, színház iránti, alázati, komoly tanulmányi előkészületei vannak cintos, amikor felmegy a színpadra, és ha angyalt játszik, akkor cintos, civil ruhába is angyal mindenki előtt. Ha ördögöt játszik, és úgy megy fel a színpadra, mindegy, hogy milyen mez van rajta, ő akkor ördög minden néző előtt. Ez a zsenialitása. A próbák alatt annyit kell dolgozni, hogy az hihetetlen. Én reggel 4 óra, 5 órakor keltem, és 10 mire bejöttem a próbára, háromszor, négyszer az aznapi feladatot, feladatot ismételtem. És bizony, mikor beértem a színházba, már, már, már jól bele voltam rázódva a hangulatába, és akkor csináltuk, és a rendező is a látom, fiam, készülté. Igen, készültem, nem szeretek úgy színpadra menni, hogy ne tudjam, hogy én mit akarok, és hogy hogy akarom. Kivételes színész egyéniség. Abból a szempontból, hogy ugyanolyan végletes mértékben tud komikus hatást kelteni, és katartikus, tragikus élményt is adni a nézőknek. Nem sok ilyen színész van. Vannak vígjátéki színészek, inkább vígjátéki színészek, vannak tragikus karakterek. Cintos Józsefnek ez a több dimenziós, ez a kiterjedt, ez a nagy spektrumú művészete, ez felüleli mind a két irányt. Nem hiába volt ő például Bangban Kolozsváron. Van kimondottan ösztönös színész, de olyan színész, aki ne gondolkozna, azt már nem sorolom a színész kategóriába. Alkalmazható, epizód szerepeket eljátszhat, statisztálhat, de nem nevezhető színésznek. Minden színésznek muszáj gondolkozni. Persze szereptől is függ. Van olyan szerep, ami nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok gondolkodást igényel. Mert a főiskolán például azt is megtanították, hogy ne higgye el magát az a színész, aki úgy gondolja, hogy most már játszott drámai szerepet is, meg vígjátéki szerepet is, hogy ő mindent el tud játszani. Nem. Minden szerepet minden színész nem tud eljátszani. Vásárhelyen volt egy színész, Gyarmati Istvánnak hívták, kiváló komikus színész volt. De mindig könyörgött az igazgatónak, adjanak egy drámait, megbukott vele. A közönség már úgy megszokta, hogy kinevették minden mondatát. De azért az ember, mikor bemegy és egy drámába megszólal, akkor, akkor érződik, hogy meg tudja -e fogni a nézőt, tudja a lelkét, a lelki húrjait meg tudja pengetni azoknak, akik éppen bent ülnek. Hosszú idő, amíg az ember ezt megtanulja. És rájön csinyára, minnyára, hogy ez hogy is működik. Elég sok idő telt el a szatmári pályafutásomból, amikor műsorra tűzték a sári bírót. Én azt hittem akkor, hogy hát én fogom játszani, de nem én játsztam. Török István kollégánk, ő volt a Sári bíró, és Sós volt a partnere. Nagyon jó partner volt. Én abban játsztam, úgymond a Hajdok Sógor, ez volt a neve a szerepnek, és én úgy érzem, hogy az volt az egyik legkiemelkedőbb nem alakításom az ilyen mellékszereplők közül. Mert azért én azért kimerem jelenteni. Van egy-két mondatos, de az nem szerep, az nem mellékszereplő, az statiszta. De a mellékszereplő, amikor már van öt-hat mondat, akkor ott, na, ott kell aztán nagyon sokat agyalni, hogy most én mit tudjak csinálni, hogy abban az öt percben, hiba nélkül. Mert ha bemegyek és egyet hibázok, már nincs időm, addig már kész, ki kell menjek a színpadról. Nincs időm helyrehozni. Tehát, hogy hiba nélkül eljátszak egy olyan embert, akinek benne kell legyen majdnem az egész élete. Hogy az ki, mi, vagy mit akar, vagy miért jött, vagy mi a probléma. És ez nagyon nehéz. Tehát a kicsi szerep, az, én azért szerettem azt, mert abba nagyon hálásnak tud lenni a közönség, amikor észreveszi, hogy ez az ember ezen sokat dolgozott. Hogy ez most így kijöjjön. Na, és volt még egy néhány ilyen mellékszereplő, de hát most, most meséljem el, hogy a, az illúzionista, Képzeljék eltüntett a nőt a színpadon. Hát, ez aki, aki látta, jó, csak aki nem látta, annak meg mit meséljek az én mellék szerepeimről. A filmezéssel is összehozott a Sors, de csak 89 után. Jöttek is ide színházi szakemberek megnézni, hogy milyen is az erdélyi magyar színjátszás, de aval nem jártak úgy mind a színdarabokkal. Mert a Csáusészkú idejében az írók mind azt mondták, hát Írunk a fiókoknak? És aztán kiderült, mikor jöttek, hogy a fiókok üresek. Színészre rengetegre leltek, de ragyogó színészekre. Na, ilyennek könyveltek el engem is, Magyarországi egyik kritikus Nánai István azt mondta a Budai Nagyantarra, amit itt Szatmáron le, letiltottak, betiltottak, Cintos József játszta a Budai Nagyantart, akinek a halkap hangjai sokkal, de sokkal erősebbek voltak mint a nagy hangú felcsördülések. És akkor azt is megtanultam, hogy tényleg, ha én nagyot akarok, akkor csak nyugi halka, nem kell kiabálni, nem biztos, hogy a hangerő a fontos, ezért az egyik kollégám, most nem mondok nevet, mert nem akarom megbántani, de azt mondta, hogy na, megjött Gerő úr. Mondom, milyen Gerő? Hát hangerő. Jól van, mondom, engem úgy tanítottak, hogy a színész azért színész, hogy fenn a kakasülőn is az egylejes jeggyel hallja a néni, hogy mit mondok. Na most, ha még ráadásul süket, hát akkor persze, hogy meg kell emeljem a hangomat, hogy mindenki hallja. De azt is mondták, a fiamnak a magyar tanára mondta, Cintos Barna, én vagyok. A te apád a színész? Mondta, igen. Jaj, imádom a hangját, mikor bejön a színpadra, az egész színház megtelik vele. Mire a fiam? Hát tetszene hallani, mikor otthon veszekedik, az egész 16-os Szóval ez a hangerő, az, az kell a, a, a színésznek, hát ha akarja, hogy hallják. Mostanában látok olyan színdarabot, hogy nem is hallom, hogy mit mondanak. Nem, hogy nem értem, az egy másik dolog, de nem is hallom. Aztán megjött ez az HBO, ami olyan filmeket csinál, hogy felét nem látom. Na, hát én szerencsére nem ilyenbe kerültem, hanem elkerültem Kisvárdára, egy határon tűnő Magyar színházat Fesztiválja, és ott különböző darabokkal mentünk, hát hol legjobb férfi alakítás, hol legjobb epizód alakítás, nyertem, de nem, nem tartottam számon, mert én ezt a művészetet a hangulat művészetének tartom, de ne szígyem az HBO-t, mert az hbo val csináltam szerintem az életem legjobb filmjét, nem is film volt, hanem egy sorozat. A Ildikó rendezte, ugye, akit tudunk, hogy jár, még, még Oszkádira is jelöve volt, ő, ő csinálta a terápia című sorozatot, és Mácsai Pállal játszottuk ketten a főszerepet. Na, ezt meg lehet venni az HBO-tól, és lejátszani a romániai magyar tévébe hét este, 50 perc. Na, szóval igen, a filmeket, azokat szerettem. Első alkalommal, amikor telefonáltak Pestre, hogy menjek Kisvárdáról, mert akkor ott minden darabot megjátszottunk, és vagy kilenc éven keresztül minden évben ott voltam Kisvárdán, sőt, volt olyan év, amikor két darabot is eljátszottunk, és azokat mind felvették, tévéjátékra, vagy TV-adaptációra, És akkor telefonált Bacsó Péter, Vajon mi az Isten csodáját akar? Elmelyek, és mondta, hogy a Megint Tanult című filmet fogja forgatni, és rám gondolt egy szerepbe. És akkor azt mondta, hogy ö, egy kicsit próbafelvételt csinálhatunk? Mondom, persze. És ide adott egy szöveget, azt mondta, hogy olvassam el, és akkor, akkor utána majd... Na, én el is olvastam, nem telt el több, mint három perc. Mondtam, kész vagyok. Igen? Na jó, akkor indítsuk a kamerát. Felét sem mondtam el. És azt mondta, Bacsó, jó van, köszönöm. Hát a tiéd a szerep. Na, mondtam, örülök neki. Aztán volt még egy, azt is Bacsó Péter rendezte, Balekok és Banditák. Ott egy magyar rendőrt játsztam. Az azért volt szép, mert a parlamentbe is forgattunk. És ugye én még nem jártam soha, benéztem a parlament ülés termébe, és ott állt egy rendőr. Azt mondta, ezredes úr, tessék, jönni, meggyújtom a villanyt. Nem, mondom, hagyja csak. De jöjjön ezredes úr, megmondom. És akkor engem úgy látszik, ezredesnek nézett, bevitt, megmutatott mindent, felgyújtotta a lámpa, jaj, csodálatos volt. Mondtam, köszönöm szépen, erőt, egészséget. ezredes úr. De aztán közben sorra kerültem a felvételni, ott is azt is megcsináltuk. Aztán még egy, volt még egy kicsi, részes Hauman Péter játszta a főszerepet, és Mak Károly rendezte. Lili, ez volt a címe a három részes sorozatnak. Na hát szóval én a színházat azért jobban szeretem, de ez nagyon érdekes volt ez a filmezés. Ez amikor nincs sok időd, ö, Muszáj egy, egy, snooker hasonlatot mondjak. Én Ronnie O'Sullivan tartom a legjobb színé, snookeresnek, és nem csak azért, mert tudsz snookerezni, hanem ugyanazt, ami másnak egy óra kell, ő az 10 perc alatt beütögeti, azt se tudod, hol vagy. Szóval imádni való, mikor gyorsan csinálja valaki. Az a, az a, film is jó tanulság volt arra, hogy hogy lehet egy szerepet megformálni, hogy nincs idő sokat gondolkozni. Na, akkor kell elővenni azt a híres belső monológot de most már ezt leveszem, mert összetévesztenek Florin Pierszikkel, mert neki is van belső monológia, és a próbákon látom, ő is arra igyekszik, hogy legalább egyszer sikerüljön megcsinálni, mert akkor jön a Stanislavski elmélet, az érzés emlékezet. És akkor az már Florin is tudja nagyon jól, hogy lehet visszaidézni azt a pillanatot, ami olyan zseniális volt. Hát ezért tudott sok szerepet százszor eljátszani.